Schneller Domonkosnak hívnak, és a kiemelt kormányzati beruházások központja, ez egy állami tulajdonú ZRT, amelyik Füries Balázs kormánybiztosnak, aki több kiemelt kormányzati beruházást felügyel és projektmenedzsmentjét viszi. Az ő munkaszervezetét jelenti ez a cég, és ebben dolgozom stratégiai igazgatóként, és ilyen minőségemben alkalmam nyílt arra, hogy az elmúlt kicsit több mint egy évben foglalkozhattam az olimpia rendezéssel, ami önmagában egy nagyon megtisztelő feladat, és arra gondoltam, hogy egy pár szóban elmondom önöknek azt a történetet, amelynek most az elején vagyunk még, de amely egy nagyon izgalmas történet, azt gondolom egész ország számára, és ha megengedik, én bele is vágnék, hogy ne tartson túl sokáig, és a beszélgetésre is maradjon idő. Akkor a másik gomb. Ez tulajdonképpen egy röviden a prezentációnak, illetve az egész előadásnak egy tartalomjegyzékét lehet itt látni, ami így önmagában elég száraznak tűnik, ezért szeretnék innen tovább is lapozni. Ugye 19. századra megy vissza az olimpia rendezésnek, az újkori olimpiák rendezésének a gondolata, és Magyarország, a Magyar Olimpiai Bizottság Kemény Ferenc személyén keresztül alapítója volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, tehát összesen 5 olyan olimpiai bizottság van, amelyik a Magyar Olimpiai Bizottság előtt alakult meg, és több mint 100, amelyik pedig a Magyar Olimpiai Bizottság után alakult meg. Tehát ezt, amikor az olimpizmus, az olimpiák történetéről beszélünk Magyarországon, akkor azért ezt nem árt megemlíteni. Ugye Magyarország a 8., hogyha örökranglistát nézzük az aranyérmek, illetve az összes tett érem táblázat tekintetében, ami azt gondolom, hogy egy példátlan eredmény egy ilyen pici ország számára. Van olyan ország, egy ország van, akinek több, jobban áll ebben nálunk, hogyha népességre vetítjük, ez a finnek egyébként. Meglepő módon a nyári olimpiában is jól szerepeltek, az ember azt gondolná, hogy csak a téliben, de valójában nem. És azon túl, hogy Magyarország egy olimpiai ország, egy olimpiai nemzet, ahol mindig is kiemelt jelentősége volt ennek a játékoknak, és kiemelt figyelmet érdemelt, kiemelt figyelem övezte, azon túl mi az, ami miatt egyáltalán fölmerülhet az 2014-ben, 5-ben, 6-ban, hogy Magyarország olimpiát rendezzen. Ugye ez az a reform folyamat, amelyet Agenda 2020-nak nevezünk, amit Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2013-ban megválasztott elnöke egy reformként bevezetett, ami tulajdonképpen több alapelve is van, ez arról szól, hogy az olimpiai játékokat, amelyek az elmúlt néhány játékot, ha megnézzük, úgy nézhet ki, mintha 8 millió fölötti giga városoknak a privilégiuma lenne, a G20 ország privilégium az olimpia rendezés, ezt visszahozza egy olyan szintre, ahol a 2-3 milliós kis közepes nagyvárosoknak is legyen esélyük olimpiát rendezni. Ez az úgynevezett gazdaságos olimpiáknak a reformja. Ugye olimpiai reform volt, az első reform volt, amikor azt mondták, hogy az amatőr sportolók mellett a professzionális sportolók is indulhatnak. Utána, amikor a nők részvételét lehetővé tették, a következő ilyen nagy reform volt az, amikor a parasportolókat, a fogyatékkal élőket beengedték, és amikor számukra is lehetővé tették, hogy részt vegyenek az olimpiákon. És ez a negyedik ilyen nagy reform folyamat és nagy reformcsomag, és ez az, amire alapozva Magyarország, Budapest azt mondhatja, hogy igen, itt az idő, és eséllyel lehet pályázni, hiszen ez olyanokat mond ez a reform folyamat, hogy a rendezés költségeit csökkenteni, sportolók részvételét bizonyos mértékben limitálni, tehát a legfontosabb, hogy az országon belüli kiterjesztést, tehát városon túli, városhatáron túli kiterjesztést is lehetővé tesz, ami azt jelenti, hogy meglévő létesményeket lehet használni, nem kell olyan fölösleges létesményeket építeni, amelyeket csak az olimpia miatt építenénk meg, és amelyek esetleg arra sorsa jutnának, mint például Athénban azok az emlékezetes épületek, amelyek azóta fölverte őket a gaz. 2004-ben léptünk be az Európai Unióba, és az a helyzet, hogy bármilyen meglepő is, hogyha végignézzük azt az infrastruktúra fejlesztési, azt a fejlődési pályát, amit azóta az ország bejárt, akkor azt kell mondjuk, hogy majdhogy nem olimpia rendezésre képesek lennénk önmagában az ország fejlődési pályát figyelembe véve is. Tehát gyakorlatilag, amikor 2001-2002-ben fölmerült az olimpia rendezés gondolata 2000-es években először,
És akkor egy tanulmány megnézte azt, hogy milyen infrastruktúra fejlesztésre lenne szükség. Most megnéztük ezeket a számokat, és az 57%-a megvalósult anélkül, hogy bármilyen olimpiai pályázat lett volna. Tehát 4-es metró, Megyeri híd, föl lehet sorolni azokat a M7-es autópálya, amiket akkori tanulmány azt mondta, hogy ezeket meg kell valósítani, ezek szép lassan megvalósultak. Tehát lassan elmondhatjuk azt, hogy Magyarország infrastruktúrális adottságait tekintve lényegében készen áll, és hogyha megnézzük az addig hátra lévő 7-8 évet, akkor addigra biztosan készen fog állni az olimpia rendezése. Magyarország olimpiai nemzet, azt gondolom, hogy ezt talán senkinek nem kell elmondani, hogy ez miért van így. Pontosan, meg hát ugye beszéltünk is róla már az elmúlt percekben. Budapest a magyar siker. Ez szintén nem kell, talán csak egy-két címszóban hadd elevenítsem föl. Kossuth tér felújítása, Várkert bazár, Ludovika kampusz főépületének, Pollák Mihály által tervezett főépület felújítása, a Vigadó felújítása, BMC, Zeneakadémia, 4-es metró befejezése, aminek két állomása rangos díjakat nyert, A38-as hajót nemzetközi szavazáson a világ legjobb bárjává választották, Budapest egyre másra, TripAdvisor szavazáson, számtalan más listán egyre előkelőbb helyeket foglal el. Igenis azért, mert az elmúlt 5 évben egy olyan fejlődési pályára állt ez a város, ami egészen kiemelkedő és egyedülálló. Budapest esélyes jelölt. Azt gondolom, hogy ezeknek az összefoglalásaképpen ez talán elmondható. Követelményrendszer, ugye ezzel nagyon röviden végig szaladok, tehát a békeidők legnagyobb eseménye, az emberiség legnagyobb vállalkozása a békeidőben az olimpia rendezés. Ez gyakorlatilag azt jelenti, mintha 28 világbajnokságot rendeznénk egy időben. Ez olyan szervezési munkát igényel, és olyan felkészülés és felkészültség, ami nagyon összetett folyamat, viszont amelynek utána a hasznait a későbbiekben is tudja az ország majd élvezni. Ez néhány szám igazából. 6 milliárd tévénéző az értelemszerűen nem azt jelenti, hogy egyszer ennyien nézik, az azt jelenti, hogy az egyszeri odakapcsolás, aki még egyszer is odakapcsol, azt annak tekintjük. Ez egy hatalmas, hihetetlen nagy szám. Egyébként őket több mint 20 ezer újságíró szolgálja ki, ezt a 6 milliárd embert, akik követik ezt az eseményt. Gazdasági hatások, erről röviden szeretnék csak beszélni. A PricewaterhouseCoopers nevezetű nemzetközi tanácsadó cég, a Magyarország leányvállalata, velünk együtt működésben csinált egy úgynevezett megvalósíthatósági tanulmányt, amely 2015 nyarára lett kész, amelyik azt mutatta ki, hogy 720 milliárd forint körül lenne az a befektetés, az állami befektetés, amit 7 év alatt az országnak az olimpia rendezés kapcsán be kellene fektetni, és 1100 milliárd forint az a többlet, amit az államháztartás többletbevételt 2030-ig terjedő időszakban prognosztizál. Tehát magyarul az olimpia rendezés az megéri. Itt benchmark adatokat vizsgáltak, több korábbi olimpia rendezéssel foglalkozó olimpiát rendező városnak megnézték az idegenforgalmi bevételeit, adatait, és abból tűnt ki az, hogy körülbelül az olimpia rendezés után olyan 6 évvel kimutatható még az a többlet turizmus és többlet befektetés, ami az olimpia hatását jelenti, gazdasági hatását. Munkahelyeket teremt, egyebek. Itt jól látszik az, hogy milyen pozitív hatásai tudnak lenni egy olimpia rendezésének, és itt az látszik, hogy egyébként ehhez az 1100 milliárd forinthoz még hozzájön a lakosságnak, mint magánszemélyeknek és a vállalkozásoknak a többletbevétele. Összességben olyan 2000 milliárd forintról beszélünk, ami 2030-ig terjedő időszakban többletként az olimpia hatásaként meg tud jelenni. Tehát azt mondható, hogy megéri olimpiát rendezni. Nem véletlen egyébként, hogy ilyen nagyvárosok, mint Los Angeles, Róma, Párizs szeretnének mi mellettünk olimpiát rendezni. A lényeg az az, hogy mintegy 100 ezer új munkahely, évente átlagban 19 ezer, a legmagasabb éves érték az 40 ezer, amennyi új munkahely létre tud jönni az olimpia miatt, ez értelemszerűen a 2023-24-es években történne. És számos egyéb hatás Budapest ismertségének, hát gondoljunk bele, hogy hány milliárd ember van a Földön, aki még életében nem hallotta azt a szót, hogy Budapest, és aki 2-3 héten keresztül, paralimpiát belevéve még hosszabb időn keresztül, ezt a várost hallgatja mindenhonnan a csapból, és ez a város fog folyni. Ez befektetési döntéseknél, utazási döntéseknél mindenütt meg tud jelenni szempontként. Igen, Budapestre érdemes jönni. Az olimpia társadalmi hatásai
Itt a társadalmi kohézió erősödése, ezek olyanok, amik nem számszerűsíthetőek, de ettől függetlenül létezik nemzeti öntudat, és egy olyan szervezési tapasztalat, ami ezt követően bármilyen más világesemény, nem csak sport, hanem egyéb esemény szervezésében is egy nagyon-nagyon komoly hozzáadott értéket tud jelenteni. Társadalmi párbeszéd, ezzel nagyon röviden foglalkoznék csak, amikor bejelentette a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt az Agenda 2020 reform folyamatot, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság ezt azon üdvözölte és fölkérte a kormányt, hogy vizsgálja meg egyet ennek a lehetőségét, és ezzel párhuzamosan létrejött a MOB szervezésében ez a bizonyos társadalmi párbeszéd mozgalom. Ez 2015 telétől nyaráig tartott, több helyszín, vidéki városok, Budapest, bajnokok, kamaráknak a vezetői, szálloda szövetség vezetője, mérnökkamara, stb. Egyrészt részt vettek benne, másrészt pedig aláírták azt, hogy ők támogatják, mint ahogy támogatja egyébként Magyarország és Budapest, talán egy kivétel összes jelenleg és volt főépítésze is. Tehát azok a szakemberek, akik tényleg látják, hogy egy ilyen fejlesztés az hova tud kifutni, azok mind támogatják az olimpia rendezést. Helyszínek elosztása az egy nagyon fontos szempont, hogy ahhoz, hogy jó pályázatot tudjunk írni. Nyilván, ha kompakt, az jó, mert el tudnak jutni a nézők akár gyalogosan is egyik helyszínről a másikra, viszont nem szabad annyira túlsűríteni, ami aztán közlekedési problémákat okoz, tehát itt ezt meg kell találni a helyes arányt. A város olimpiától független olimpiai utáni szükségletei, ezt az Agenda 2020 program azt mondja, hogy igen, nem a városnak a terveit, meg az országnak a terveit kell az olimpiához igazítani, hanem olyan olimpiát kell szervezni, amelyik a városnak a közép- és hosszú távú fejlesztési terveivel összhangban áll. Mi igyekeztünk egy ilyen pályázatot leadni. Ugye a pályázat az három leadás van, három szakasz, és a végén 2017. szeptemberében Limában fognak dönteni a rendezővárosról. Közlekedés, utazás, szállás. A szállás egyébként a legszűkebb keresztmetszet Magyarországon, Budapesten. Értelemszerűen egy 12 milliós városnak az általános szálloda kínálatával nem tudja fölvenni a versenyt egy 1,7-1,8 milliós város szállás szükséglete. Ezek az alapelvei a masterplannek. A masterplan az tulajdonképpen egy olyan terv, ami az olimpiai helyszíneket, az egyes versenyszámok megrendezéséhez szükséges helyszíneket, azok megközelítését lehetővé tevő infrastruktúra elemeket mutatja be együtt. Tehát ez egy technikai terv, ami nagyon fontos. Ugye, amit mondtam, hogy Budapest és az egész ország olimpiától független terveitre kell mindenek előtt figyelemmel lenni, és ezt igyekeztünk úgy leadni és megírni ezt a masterplant. Nemzetközi sportszövetségek elvárásai, és hát ugye a közlekedés. Övezetek és klaszterek hálózata, az egyes helyszíneket, azokat ilyen úgynevezett klaszterekbe kell szervezni, ez egy általánosan elfogadott gyakorlat. Látványos városi terek bevonása, talán mindenki emlékezhet arra, amikor Barcelona olimpia idején az a toronyugró, műugró, aki mögött látszott a Sagrada Familia. Ezek olyan képek, amik az emberek generációnak belevésődnek az agyába és a szemébe. Nagyon fontos, hogy bizonyos versenyszámokat olyan helyeken lehessen megrendezni, ahol a háttérben a parlament, a Hősök tere, a Duna, a Margit sziget, a Balaton, Tihanyi apátság, olyan emblematikus helyszínek és épületek látszódjanak, ami utána belevésődik az emberek milliárdjainak a emlékezetébe. Helyszíncsoportok, területhasználat. Ez már konkrétan a mesterterv, és tulajdonképpen emiatt is szerettem volna, hogyha ezt a kis vetítést meg tudom itt tartani önöknek, hogy tudnélik vizualizálni lehessen azt, hogy mit hova terveztünk. Itt a barna foltok ezen a tervben, ezek a Budapest 2020 nevezetű olimpia rendezés gondolata előtt megszületett, teljesen függetlenül ettől megszületett középtávú fejlesztési koncepciójának a fő akcióterületei, a kis fekete körök pedig az általunk tervezett olimpiai helyszíncsoportok, klaszterek. Jól látható az, hogy gyakorlatilag tehát a 6-os és a 7-es számú fejlesztési terület, akcióterületen kívül az összes többi területen egyezik az olimpiai klaszterek, egyeznek az amúgy is a város által tervezett fejlesztési területekkel. Magyarul az olimpia rendezés az a város meglévő terveire segít rá. Két övezet, 7 klaszter, falu és 31 helyszín, 10 km sugarú körben, és a Duna, ami nagyon fontos. Itt jól látható az, hogy itt két tengelye lenne a Budapesten az olimpiának. Az egyik az úgynevezett Duna tengely, a másik pedig a Green Belt,
igazából ez egy zöld szalag, ez a Hungária körútra lenne fölfűzve, ez a másik tengely, ugye itt található a Puskás stadion, a Grupa Marin, ugye a Fradi stadion, Népliget, Városliget, és ezeket a Hungária körút mentén fűzné fel, és kötné össze ez a terv a főhelyszínnel, amelyik a Vituki, jelenlegi Vituki terület, illetve a Csepeli Iszak területére esne. Ami a mi pályázatunkban egyedülálló a világ összes többi, a többi versenytársunkhoz képest, az az, hogy mi nemzeti olimpiát tervezünk. Ez azt jelenti, hogy az országos kiterjesztés lehetőségét maximálisan felhasználjuk, és bevonjuk a vidéki városokat, bevonjuk azokat a meglévő létesítményeket, amelyek alkalmasak arra, hogy olimpiai versenyszámokat, általában selejtezőket, de bizonyos versenyszámok, bizonyos sportágok esetében egész sportágot levinnénk vidékre. Ez azért is különösen fontos, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság többször ide fog látogatni, az egyik alkalom kétszer fog olyan közvéleménykutatást csinálni, ahol nem fogadja el a mi mérésünket, hanem saját szakemberekkel nem mondja meg, hogy mikor. Lesz egy Budapest és lesz egy országos mérés. Azt mondja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ők csak olyan helyre hoznak olimpiát, ahol szeretettel látják őket, ahol szívesen látják őket magyarul. Az, hogy az országban, a népesség körében egy megfelelő támogatottság meglegyen, ez egy olyan kritérium, ami nagyon fontos, és az országos kiterjesztés az segít abban, hogy igenis mindenki azt érezhesse, hogy az ő városának a közelében is lesz valamilyen sportág. Ez segít abban, hogy mindenki magáévá tegye ezt a gondolatot, és sajátjának érezhesse. Nemzeti Olimpia, Balatonnál ez az ünnep Balaton Cluster. Itt a vitorlázás, nyílt vízi úszás, a kézilabda az Veszprém, ami szintén Balaton Clusternek számolunk, és a golf pedig a Balatonudvari Golfklubban lenne. Szegeden értelemszerűen a Matyéren a kajakkenu evezés, Debrecenben labdarúgás, kosárlabda, ugye a Nagy Erdei stadion és a Főnix csarnok, Győrött labdarúgás, Eto stadion, Győri Audi Arena kézilabda, Miskolcon pedig a egyébként szintén a hozzánk tartozó projektként zajló Diósgyőri labdarúgó stadionban selejtezőket lehet játszani. Székesfehérvárt, mi azt mondtuk, hogy Székesfehérvár ilyen értelemben Budapest része, ezzel egyébként nem értettek egyet, amikor lent voltam Székesfehérvárt, és prezentáltam az ottani képviselőknek. Cserpalkovics polgármester úgy fogalmazott, hogy ők Fehérvárt, nagyon büszkék arra, hogy Fehérvárnak van egy jól fejlődő, dinamikus, fiatal elővárosa, amit úgy jönnek, hogy Budapest. Tehát jellemző az, hogy ki mit hogyan ítél meg. Minden esetre mi azt próbáljuk elmagyarázni, hogyha mondjuk Los Angeles-tel hasonlítjuk össze, Los Angeles egyik oldalra a másikra autóval hosszabb idő elmenni, mint mondjuk az mi tervezett olimpiai falunkból Székesfehérvárra. Tehát tulajdonképpen világviszonylatban olyan, mintha egy előváros lenne. Budapesttől maximum 2,5 óra utazás, egyetlen olyan selejtező vagy versenyszám sem lenne, amit 2,5 óránál alatt nem lehetne elérni Budapestről az olimpiai faluból. 90 perces elérhetőség pedig egy saját magunk számára szabott kritérium, ami azt mondja ki, hogy másfél óra alatt az ország bármely pontján lakó honfitársunk elérhet valamilyen olimpiai eseményt. Ez egy nagyon fontos számunkra. Sajnos egyelőre nem tudjuk 100%-osan teljesíteni, de 90%-ban igen. Somogy-Tolna Baranyában vannak fehér foltok. Gondolkozunk, hogy éppen ma tárgyaltam Kaposvár alpolgármesterével, aki tett javaslatokat, hogy esetleg mit lenne Kaposvárra vinni. De az ország döntő többségében ez megvalósul, 90 percen belül elérhető lesz egy olimpiai esemény. Ez az olimpiai falu és az úgynevezett főhelyszín, amelyik gyakorlatilag a jelenlegi Vituki terület, Obi terület, illetve Csepel északot jelenti. Itt lenne a falu, a média közvetítőközpont, itt lenne a főstadion, ahol ami egyrészt egy atlétikai stadion lenne, 65 ezeres stadion, amit utána legacy üzemmódban, ami azt jelenti, hogy az örökség, a hagyaték, ami szintén nagyon fontos a NOP terminológiájában, ez visszabontásra kerül a 15 ezerre. Én azt gondolom, hogy 15 ezeres atlétikai stadion Budapesten az elfér, azt el tudja tartani a város. 60 ezeret nyilván nem tudna. Itt lenne a nyitó és a záró ünnepség, plusz itt lenne a BMX és a vadvízi evezés, az a slalom kajak, amire egy önálló pálya, ami meg is maradna Csepel északon. Azt gondoljuk, hogy egy országban egy ilyen pálya az elfér. Tehát ezt német példákat, nagyon sok példát megvizsgáltunk, ez fönn tudja magát utána tartani. Ez az olimpiai falu, azt gondolom, hogy erről ennyire nem akarok belemenni a technikai részletekbe. Margit-sziget Cluster, itt lenne a
az íjászatnak például a selejtezői, és az íjászatnak a döntőit azt a Kossuth térre tennénk, ami szintén be tudja mutatni annak a szépségét. Óbudai szigetkluster, ehhez tartozik egyrészt a Dagály úszóaréna, amiről fogok majd a végén egy picit többet, egy-két képet is mutatni, talán az izgalmas lesz, illetve egy új velodrom, ami a gázgyári területen, volt gázgyári területen valósul meg. Városligetben strandröplabdát tervezünk a Városligeti tónak a területén, Vajdonyadvára szintén egy ilyen úgynevezett showcasing helyszín, be tudjuk mutatni a városunk szépségeit. Puskás klaszterben értelemszerűen a futball döntők lennének, és a Papp László arénában kosárlabda selejtezők és döntők. Ugye ez az új Puskás stadionnak, aminek egyébként a hetekben kezdjük el a bontását, és fél éven belül elkezdődik az építése. Ez annak egy látványterve, a háttérben az egyébként meglévő, nyilván mindenki ismeri, Papp László sportarénával, ez egyik legfontosabb klaszter, ez egyik legfontosabb térsége az olimpiának. Papp László arénát mindenki ismerheti. Szima rendezvényközpont, ide a torna sportokat tervezzük. Városközpont klaszter, ez tulajdonképpen a Hung Expo-t jelenti, vívás, tékvándó, birkozás, cselgáncs, ökölvívás. Népliget klaszter, itt lesz amúgy is egy felújítás, ami nem sokára el fog kezdődni. Az építők és a Fradi sporttelepét föl fogjuk újítani, és ide 5 tusát lehetne tenni, illetve itt van a Grupama Arena, ahol pedig vagy labdarúgás selejtezők, illetve a rögbi, ez a kettő az egyébként időben elfér, tehát át lehet alakítani egyikről a másikra a gyepet, a pályát. Ugye ez a Grupama Arenáról egy kép. És tulajdonképpen a Testvérhegyen lenne a mountain bike, nagy tétényi lőtér, szintén egy felújításra szoruló lőtér, de egy létező, meglévő helyszín. Médiafalvak szerintem ez nem annyira érdekes. Balatonudvari Royal Balaton Golf Club, ez az egyik legszebb fekvésű golfklub a világon, ahol nagyon komoly versenyeket rendeztek, és egyébként nagyon nehéznek tartják a golfozók ezt a pályát, és szeretnek ide járni. Balatonfüreden minden évben megrendezzük ugye a kék szalagot, értelemszerűen nem jelentett problémát az olimpiai hajóosztályok versenyének a megrendezése sem. Nyílt vízi úszás szintén szokott ott lenni, meg lesz is, hogy a 2017-es FINA VB-re is ott tervezzük a nyílt vízi úszást. Debrecen, itt ugye a Főnix csarnokot és a Nagy Erdei stadiont használnánk, Nagy Erdei stadion és a Főnix csarnok képeken. Győrött, amit mondtam is, Etó stadion, Audi aréna, szintén belső képek. Miskolcon, amit szintén mondtam, ilyen lesz, ez csak egy látványterv, bármennyire is szép, de ennek szintén kezdődik idén, talán ősszel az építkezés, és ez is meg lesz egy 2-3 éven belül. Tehát ez is egy olyan létesítmény, ami olimpiától függetlenül is megépülne. Szegeden a Matyér, itt az evezéshez kicsit kell még a pályán bővíteni, de egyébként a Kajakkenu Szövetség, a Nemzetközi Szövetség azt mondta, hogy nagyon szeretnek ide járni versenyezni, nagyon örülnek neki, hogy itt lesz, és szívesen jönnek Magyarországra. Szeged, Matyér, ezt mindenki talán ezeket a képeket is ismeri. Székesfehérvár, ott pedig az Alba Arena, az egy tervezés alatt álló létesítmény, ide tervezzük az asztali teniszt, ez pedig a Sóstói stadion, ahol valószínűleg itt is lesznek labdarúgó selejtezők. Ezt most a február 17-én leadott első pályázati anyagunkban még nem adtuk le, de még bizonyos módosításokra van lehetőségünk. Üllőn lenne Dóra Majorban lovasportok, itt jelenleg is van lovarda, de itt egy elég komoly fejlesztés készülődik olimpiától teljesen függetlenül is. Veszprémben, Veszprém Arénában kézilabda selejtezők, ugye ez jelenleg 6000-es csarnok, de úgy tudom, hogy Kocsis Máté elnök úr és a kézilabda szövetség ezt eleve tervezi 8000-re bővíteni. Hát Veszprémben a kézilabdának a hagyományai szerintem is, az eredményeket nem kell, hogy én most külön bemutassam és ismertessem. Szükséges közlekedési infrastruktúra, ezek olyan beruházások, amelyeket a következő 10-15 évben valószínűleg így is, úgy is megcsinálna a város, megcsinálna az ország. Itt annyira van csak szó, hogy bizonyos beruházásokat előrehoznánk az olimpia miatt, ami értelemszerűen egy felpörgetettebb gazdasági növekedést jelent ebben a ciklusban, illetve ebben az időszakban, szintén új munkahelyeket hoz létre. Gondolom senki nem vitatja azt, tehát ez egy 25 éves szakmai konszenzus, hogy kell egy déli Dunahíd, ami összeköti a budai oldal Csepele-szigeten keresztül Soroksárral, vagy Pest Erzsébettel, attól függ, hogy hol megy. Itt ez a Galvani híd lenne a tervek alapján. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy egyetlen olyan beruházást sem kezdünk el az olimpia
rendezés jogának a megnyerése előtt, amit csak az olimpia miatt csinálnánk. Magyarul egyetlen fillér közpénzt nem fogunk elkölteni olyan létesítményekre, amik az olimpia miatt szükségesek, egész addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy igen, megnyertük az olimpia rendezésnek a jogát. Meglévő és megépülő létesítmények. Itt egy nagyon fontos, amit szerettem volna egy pár képben bemutatni önöknek, ez a Dagály úszó aréna, ami szintén nálunk van Füres Balázs kormánybiztos úr felügyelete alatt. Ez egy hihetetlen tempóban épülő létesítmény. Tulajdonképpen ez a beruházás jelenti azt, és ez a világverseny jelenti Magyarországnak és Budapestnek a belépőt az olimpia rendezéshez. Ugyanis a harmadik, negyedik fejfej mellett az atlétika világbajnoksággal legnagyobb sportesemény a világon a FINA úszó világbajnokság. 4 milliárd néző nézi, nem egyszerre, hanem annyi odakapcsolás történik értelemszerűen. És Magyarország a 2021-es VB-re készült, amikor is ugye kiderült, hogy Guadalajara, ez a mexikói város visszalépett a rendezéstől, és Magyarország beugrott, és elvállalta azt, hogy úgy, hogy tervek sem voltak még meg, 2 év alatt egy 15 ezeres úszóarénát fölépít. Ehhez hihetetlen mérnöki, jogászi, teljesítményi szervezettség kell, ilyet nagyon kevés ország tud megcsinálni. Ha ezt megcsináljuk, és jól sikerül a 2017-es VB, akkor senki nem vallhatja kétségbe azt, hogy Budapest, Magyarország képes-e megrendezni egy olimpiát. Amelyik ország ezt meg tudja csinálni, az teljesen nyilvánvalóan képes arra, hogy az olimpiát is megrendezze. Itt látszik az, hogy milyen fejlesztések lesznek a FINA VB-re, ami most már gyakorlatilag másfél év múlva lesz, tehát egészen közel van. Ez az új Dagály úszóközpontnak a homologzati terve, ez nem a Duna felől, hanem ez a másik oldalról. Itt látszik, ez látványterv a medencetérről, nem tudom miért nem megy tovább. És itt pedig elvileg egy timelapse videó van, ami koppintásra, és akkor el is indult ez remek. Ez az építkezés kezdete óta, ami ugye 2015 koranyáron volt, egy kamerával, egy bizonyos kameraállásból rendszeres időközönként készített fénykép felvételek. Itt nagyon látványosan látszik az a hihetetlen tempó, ahogy ez épül ez a létesítmény. 2 héttel ezelőtt emelték be a 2400 tonnás acélszerkezetet, amelyik a tetejét jelenti, és amelyik majd le lesz fedve. És ott látszik egyébként, hogy az indul, annak a szerelése. És egyszerre egy átlagos munkanapon 700 ember dolgozik, és 1200 lesz a csúcsidőszakban, amikor elkezdődnek a belső munkálatok, kartonozás, szakipari munkák, egyebek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan vállalás és egy olyan teljesítmény, ami után senki nem vitathatja el Budapestnek, Magyarországnak az olimpia rendezési képességét. Technikai értelemben legalábbis semmiképpen. Ez a videó pedig azt mutatja meg, ahogy 10 óra alatt, ezt 10 óra alatt emelték föl, ezt a 2200 tonnás acélszerkezetet, 10 óra alatt emelték be a helyére, és ez ennek egy felgyorsított ilyen timelapse videó bemutatása. Én egy fél órát ott voltam, őszintén szóval szabad szemmel nem láttam azt a pár centit, amit fél óra alatt mozdult ez a monstrum. De, és ma már ennél is sokkal impozánsabb, mint ahogy itt kinéz. Ez erre a 4 oszlopnak a tetején lévő acél rácsos tartókhoz illeszkedik ez a tetőszerkezet. Óriás ugrótorony, ez csak a FINA VB-re lesz, de ez is egy nagyon, egy 27 méteres, ez az a kazanyi világbajnokság, ez volt ugye a budapesti előtti világbajnokság. Nálunk ez a Batthyány téren lesz, egy ideiglenes merencébe fognak ugrani. Szintén a showcasing szempont, hogy mutassuk be a várost. Amikor ugranak, akkor az összes kamera mutassa az országot, mutassa a parlamentet, lássák a turisták Új-Zélandtól Peruig, hogy milyen szép ez a város, és érdemes ide jönni és ide hozni befektetéseket. Ez már megvalósult, az árvízvédelmi gát, ezzel kezdtük az építkezést értelemszerűen, hogyha bármilyen árvíz van, ez a legmagasabb 2013-as árvizet is kibírja, olyan árvízszint, és 3 óra alatt ezekből a mobil elemekből fölépíthető, tehát itt gyakorlatilag egy sétány lesz, az embereknek nem zavarja a kilátását, és hogyha előrejelzik, hogy árvíz van, 3 óra alatt ezt össze lehet szerelni, ezt a mobilgátot. Pesti alsórakpart megújítása. A kormány a múlt heti ülésén
hatalom általunk írt előterjesztés nyomán szavazott meg rá több milliárd forintot. Kerékpáros, gyalogos rakpart lesz, ez az egyik legfontosabb hagyatéka, egyik legfontosabb legacy ennek a 2017-es Fina VB-nek, hogy igen, visszaadjuk az embereknek a Dunapartot, lehet sétálni Finamarket, ez minden világbajnokságon kell, ilyen szponzori sátrak, egyebek, ez egy ilyen fesztivál jellegű történet. Margit-sziget rekonstrukció, megtörténik az északi rész rekonstrukciója, szennyvízelvezetéstől kezdve park, itt is egy nagy fesztivál lesz a Margit-szigeten, ahol ugye a vízilabda versenyszámok lesznek a vizes világbajnokság alatt. Uszoda rekonstrukciós program, ezt szintén meg kell valósítani, amire nagyon ráfér, mert 1976 óta nem újította föl senki a Komjádit. Császár Komjádit most ezt is megcsináljuk, bemelegítő helyszín lesz egyébként a vizes VB-n a Császár Komjádi. Balatonfüreden lelátók építés lesz, és mederkótrás. Ez pedig néhány olyan kép a végére, ami egyrészt a budapesti Fina világbajnokságon is reméljük, hogy ilyen képeket fogunk majd látni, és reméljük, hogy a szerbeket fogjuk verni a döntőben, vagy bárkit, de verjük meg őket. És néhány ilyen lelkesítő kép a végére. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy legyen olimpia. Én nem szavazok. Jó? Én igen. Tehát én azt mondom, hogy ez minimum 4/5-ös többség. Tegye fel a kezét az, aki azt mondja, hogy megéri olimpiát rendezni. Ez már csak 2/3-os többség. És ki az, aki úgy érzi, hogy amikor mondjuk itt az olimpiai előkészületek zajlanak, akkor azért jó lesz élni, mondjuk Budapesten jó lesz élni, Székesfővárosban jó lesz élni, Miskolcon, Debrecenben, stb. Itt már nem mondom a többséget, de még talán, mint csokiban a magyaró kimutatható. No, most nem azért próbáltam provokálni, hogy az olimpia ellen lenne az ember, pláne úgy, hogy én ugye TF-et végeztem. Így még egy ilyen provokatív kérdés. Tudják-e önök azt, hogy hányszor pályáztunk egyébként jó eséllyel arra, hogy végre legyen Magyarországon olimpia? 4? Akkor legyen az, hogy azt mondom, hogy 1-szer? 2-szer? 3-szor? 4-szer? És a házigazdának igaza legyen 6-szor? Nos, ha megnézzük a sporttörténetet, akkor jól látható, hogy igazából 3-szor volt Magyarország olyan helyzetben, hogy ténylegesen benyújthatta az olimpiai pályázat. Ezt ugye 1896-ban rögtön köszönhető dr. Kemény Ferencnek megtettük. Majdnem úgy volt, de ott igazából, ha jól tudom, és beszéltem professzor asszonnyal, aki engem tanított erre, azt mondta, hogy akkor ott azért kellett Kemény Ferencnek nagyon mennie az olimpia rendezés jogáért, hogy a görögöket be lehessen húzni. Tehát az nem volt annyira komoly. Sokkal komolyabb volt 1920. Tudjuk jól, hogy végül is ezt miért nem tudtuk mi megrendezni. Sőt, részt se vehettünk rajta. Részt se vehettünk rajta, így igaz. Ugye, igen. Igazából 3 olimpia maradt így el, vagy 2 olimpia nekünk, plusz ugye egy, ami nem volt megrendezve. Igen. És volt még egy dátum, ahol nagyon esélyesek voltunk egyébként. 1955-ben kellett beadni a pályázatot, és ez a 60-as olimpiai pályázat volt, ahol ugye Mező Ferenccel az élen történt a tárgyalássorozat, és akkor most megosztok egy ilyen kis pikáns titkot, amit tényleg történészek tudnak. Elméletileg ott azért buktuk el az olimpia rendezési jogát, mert az első körben megvolt a 14 igen szavazat. Tehát Magyarország olimpiát rendez 1960-ban. Igen, de a szovjet elvtársaknak ez annyira nem tetszett, mert ők úgy gondolták, hogy ha már valaki rendezhet ebben az esetben, az csak Moszkva lehet. Professzor asszony azt mondta nekem, hogy kellő mennyiségű vodka és egyéb ital után végül, amikor újra a pályázat vagy újra a szavazás történt, akkor már csak egy jelölt állt ki mellettünk, és így buktuk el 1960-t. Erről írásos dokumentumok vannak, az elfogyasztott vodka mennyiségből pontos számadatok nincsenek, de elképzelhető, hogy ezt is ki lehet mutatni. Tehát ez azt mutatja, hogy igazából, és itt igazából stratégiai igazgató úr felé is fordulok, ha megnézzük a közéletben való olimpia megjelenítését, akkor jól látható, hogy mi 1896 óta jó eséllyel ott vagyunk a rajtvonalon, sőt, jó eséllyel akár meg is nyerhetnénk a versenyt, és mindig egy nagyon pici dolog kell ahhoz, hogy végül minket hirdessenek ki győztesként. És akkor az első kérdés talán az, hogy most ez a pici, ez megvan-e? Tehát ilyen vetélytársakkal, mint Los Angeles, Róma, Párizs, mindenki rendezett már. Mi vagyunk az egyetlen olyan nyári játékokon, ugye 480 éremmel rendelkező ország, amelyik még nem rendezett az olimpiát. Hol ez a pici plusz? Ugye én két dologban érzem ezt a pici pluszt.
Az egyik dolog az az, hogy ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság komolyan veszi saját magát, és komolyan veszi a saját Agenda 2020 reform folyamatát, akkor egész egyszerűen nagyképpen hangzik, de nincs más esélye, nincs más választása, mint hogy Budapestet válassza. Ugyanis a másik három vetélytársunk közül mind a három Agenda 2020 reform nélkül is rendezhetne olimpiát, mint egyébként mind a három rendezett is már olimpiát, ugye legutoljára Los Angeles a három közül. Tehát gyakorlatilag, ha komolyan gondolják azt, hogy igen, nem csak a G20 országú privilégium az olimpia rendezés, igen, 2 milliós, 3 milliós városok is rendezhetnek, eséllyel pályázhatnak olimpiára, akkor nincs más lehetőség, mint hogy azt mondják, hogy Budapestnek adjuk az olimpia rendezést. Ebből a szempontból egyébként számunkra pozitívum az, hogy Hamburg kiesett, hiszen Hamburg jól lehet egy nagyon-nagyon gazdag ország, nagyon-nagyon gazdag városa, de mégiscsak azt mondhatták volna, hogy hát ők is egy Agenda 2020 kompatibilis város. Hiszen méretét tekintve azért Budapesttel egyben összevethető, gyakorlatilag egy ugyanakkor városról beszélünk Budapest, jól lehet, persze sokkal gazdagabbak nálunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos érv, ami mellettünk szól. A másik nagyon fontos érv az az, hogyha bármilyen olyan térség, mert ne felejtsük el, Budapest az nem csak Magyarország fővárosa, Budapest egy térséget reprezentál. Közép-Európa még nem rendezhetett eddig olimpiát. Tehát gyakorlatilag, ha bármelyik olyan térség, aki már nagy világversenyt rendezett, ahol vannak sporthagyományok, és kacérkodik az olimpia rendezés gondolatával, Dél-Afrika, Közép-Ázsia, ott azért vannak Baku, Johannesburg, nagyon sok olyan térség van, ahol még nem rendeztek szintén. Nekik szintén nincsen más lehetőség, mint hogy ránk szavazzanak, hiszen ha ők is Los Angeles-re szavaznak, és ebben a zárt körben tartják az olimpia rendezést, akkor az életben nem fog előfordulni az, hogy náluk is lesz egyszer olimpia. Márpedig ők, ezek a küldöttek úgy fognak odautazni, hogy nekik az a célkitűzésük, hogy igen, ez nyíljon ki, nyissák ki ezeket a kapukat, és mi azt mondjuk, hogy Budapest a kapu. Budapest az a kapu, amin át kell menni, amin a dél-afrikai küldöttnek is át kell menni, az azerbajdzsáni küldöttnek, vagy bárki másnak át kell menni ahhoz, hogy egyszer majd az ő hazájában is lehessen olimpia. Ez a két legfontos. A harmadik egyébként a vízes világbajnokság, tehát azért azt ne becsüljük alá, hogy gyakorlatilag a Nemzetközi Olimpiai Bizottság küldöttei kis túlzással Budapestről repülnek Limába szavazni. Tehát az utolsó impulzus, ami őket éri, ahol egymással találkoznak, ahol beszélgetnek egymással, az Budapest lesz. Ha itt vendégszeretőek vagyunk, egy fantasztikusan sikeres világbajnokságot lebonyolítunk, és úgy utaznak innen el, hogy igen, csettintenek, és azt mondják, hogy ide érdemes visszajönni, ide kell hoznunk a játékokat, akkor van esélyünk. Ha egy közepes játékot rendezünk, hát megvolt ez, akkor nyilván nem. Tehát ez nekünk egy ugródeszka, egy nagyon-nagyon fontos, ez egy kötelező kör. Viszont ha ezt megfutottuk, vagy megúsztuk, vagy megugrottuk, melyik sportágról beszéljünk, ugye, akkor bizony van rá esély, hiszen augusztusban innen elmennek, és szeptemberben szavaznak Limában, és a kettő között nem lesz már több olyan nagy sportesemény, vagy bármi, ami egy másik impulzus tudna adni számukra. Tehát én ezt a tulajdonképpen három dolgot érzem most, ami egy plusz, egy többletet ad nekünk. Itt rögtön szerintem mindenkiben fölmerül az a kérdés, és akkor én most hangosan hadd fogalmazzam meg talán sokak kérdését, hogy van-e olyan pozícióban ma, olyan erős pozícióban ma a sportdiplomácia, hogy mondjuk ezt a optimista hangulatot a tárgyalóasztalnál is véghez vigye. Mert ugye jól láthattuk, 1955-60-as példa, ott voltunk, Mező Ferenc azt hiszem mindenki számára ismert volt a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom életén belül, és mégis a végén azt mondták, hogy Magyarország. Most vagyunk-e olyan állapotban, hogy amikor a végszavazás jön, akkor nincs valami olyan háttér alkohol, ami miatt azt mondják mégis, hogy hát lehet, hogy van ez az agenda, a 20-20, meg tényleg jó ez a magyar pályázat. Nagyon jól éreztük magunkat, jól is laktunk, jó a magyar vendégszeretet, de hát mégis azért a zsebünk beszél. Ez ugye mindig bennem a pakliba. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy egy olyan versenyfutás, ahol egészen apró nüanszok és hihetetlen furcsaságok tudnak dönteni. Tehát például, amikor a londoni olimpiáról döntöttek 2005-ben, akkor mindenki Párizst várta győztesnek. És akkor a franciák tartottak egy olyan arrogáns beszédet, ami utána küldöttek többségének szimbolikusan szóval
kinyílt a bicska zsebében, és azt mondták, hogy na jó, ezeknek nem adjuk oda. Tehát ugyanígy volt olyan, most nem tudom pontosan melyik, de az elmúlt 11-12 évben olyan olimpiai döntés, ahol meg az amerikai elnök. Tehát az amerikaiak azok jellemzően mindig technikai értelemben, meg pénzügyi értelemben nagyon stabil, magabiztos, napsütéses pályázatot adnak be, de nagyon sok, tehát Amerika nemzetközi politikáját, hogyha most megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon sok térségbeli küldöttnek szúrhatja a szemét Amerikának ez a hihetetlen magabiztos birodalmi föllépése. Tehát ez persze, ha csak azon múlna, hogy pénz meg minden, az NBC most vette meg nem tudom hány milliárd dollárért a közvetítési jogot 10 évre, nyilván nekik az lenne az érdekük, stb. Ha ez csak ezen múlna, akkor igazából el se kellene utaznunk Limába. De az a helyzet, hogy ezek a dolgok nagyon vissza is tudnak ütni az amerikai dolgok. Mi most és ráadásul van még egy olyan döntés is, hogy Európa vagy Amerika. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy igen, Amerikában, ha is amennyiben Riót nem tekintik Amerika részének, azt mondják, hogy igen, Amerikában volt a legrégebben a földrészek közül az olimpia, akkor most Amerikának úgymond ez jár. Ebben az esetben nekünk az a célkitűzésünk, hogy a következő játékok, 2028-as játékok, ami akkor már biztos, hogy Európába fog kerülni, hogy arra egyértelmű esélyesként tudjunk kimenni, arra a szavazásra. És az a célunk, hogy az európai városok között jól vagy a legjobban végezzünk, ha végül Los Angeles nyeri. Ha nem Los Angeles nyeri, mi azt gondoljuk egyébként, hogy Párizs a legerősebb vetétás. Tehát a római pályázatot történt bármi, nyilván meglepetések lehetnek, de az olasz sportdiplomácia az nagyon erős, és nagyon szerethetőek, jó a kapcsolatteremtési képességük. Szerintem nem kell az olaszokat senkinek bemutatni. De mégis valamiért technikai értelemben az olasz gazdasági erő, ami azért most nem annyira rózsás tekintetében az olaszok szervezési képességeit illetően, vannak olyan kétségek, hogy azért, amik azt mondják, hogy nem egy annyira összetett pályázat az övék. Egyébként megvan mind a három másik városnak az első fázisos leadás, ez a bitbook első verzió, és hát őszintén szólva, nem hogy szégyenkezni való nincsen, de nyilván persze tőlem ez nem hangzik annyira hitelesen, hiszen egy év ezen dolgozom, de nincs okunk szégyenkezni. Tehát például a tördelés kinézett szempontjából a római az szebb, mint a miénk, de például Los Angeles-ről összehasonlítva olyan elnagyolt ábrák vannak benne, olyan képek sem az igazi. Tehát egyszerűen a miénk az jóval erősebb. Ettől persze, értem szerint, ettől nem nyerünk olimpia rendezést, mert nekünk jobb az első fázisos leadásunk. De az biztos, hogy ezen, amit most leadtunk, ezen nagyon sokan, akik eddig esetleg nem vették annyira komolyan Budapestet, nagyon sokan meglepődnek, és azt mondják, hogy hűha, ez egy komoly jelölt. Én mindig maradnék azért ennél a kérdésnél. Akkor most felteszem máshogy egy picit. Jól látható, hogy a magyar szellem az mindig kreatív, és szépen tudja megvalósítani a kreativitását. Tehát akkor ez rendben van. A magyar sportsikerek rendben vannak, mert hogy igazolnak minket. De azon ponton mi jók vagyunk-e most, Los Angeles-el, Rómával és Párizzsal szemben, és tekintve azokat, amiket itt említett, hogy teszem azt, ezen a tárgyaló asztalnál a NOB elnöke milyen befolyással bír, tekintve, hogy rá milyen befolyással bírnak az anyaországát illetően. És mondjuk itt nyugodtan talán föl lehet vetni, a napi politikai témák befolyásolhatják-e azt, hogy teszem azt, Magyarország most túl hangos az európai sajtóban, ilyen meg olyan vélemények vannak rólunk, túl pozícionálta magát, vagy... Szóval sokféle véleményt lehet hallani. És esetleg pont amiatt azt mondják, hogy nem kéne nekünk ez, pláne ugye a párizsi események után nem kéne nekünk ezzel annyira foglalkozni, maradjon ez egy nagyon jó pályázó, és akkor majd 2028 legközelebb, akkor már a mi gyerekeink is nagyobbak hátha indulnak. Nyilván, tehát ez a veszély, ez mindig benne van egy ilyen pályázatban. Tehát azt állítani, hogy ezzel nem kell foglalkozni, magabiztosak vagyunk, de nyilvánvalóan nem. Tehát nyilvánvalóan nem mi vagyunk a legesélyesebbek, hanem mi, mint a legkisebb királyfi, aki, vagy a legkisebb szegény legény, aki elindul, igazából jelenleg a londoni bookmakerek ránk fizetik a legnagyobb odds-ot. Tehát gyakorlatilag
Ezt tartják a legkevésbé valószínűleg, hogy Budapest nyeri az olimpiai pályázatot. Mégis azt gondoljuk, hogy a surranó pályán nyerni lehet. És azt is tudjuk, hogy nagyon sokszor elég az is, hogy az ellenfelek valamit hibázzanak. Egy picit hibázzanak. Vagy történjen egy olyan esemény, mint amire utalt ugye a párizsi sajnálatos események, amelyek most már szinte azt mondhatjuk, hogy Párizsban szinte menetrendszerűen megtörténnek x évente, miközben Budapest egy nagyon biztonságos hely. Tehát ha én mondjuk egy izraeli delegációt vezetek, és azon gondolkozom, hogy az én sportolom hol van nagyobb biztonságban, akkor nem biztos, hogy Párizsra szavazok. Tehát, hogy addig még mi fog történni, ezt nem tudhatjuk, az biztos, hogy éppen ezért nehéz is ezt megmondani. Tehát ma nyilvánvalóan sokan vannak Európában, akik azt mondják, hogy na hát ezeket a magyarokat most meg kell leckésztetni. De bármi megtörténhet. És Budapest egy biztonságos pályázó. Itt nem történtek, nincsenek szélsőségek, nem történtek merényletek. Egy olyan ország, amelyik egyébként konszolidálta az államháztartását, amelyik egyébként fejlődési pályán áll, csökken az államadósság, nincsenek nagy váratlan gazdasági események. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ország, egy olyan város, aminek a pályázatára biztonsággal lehet szavazni, és ezt a képet is kell magunkról sugallni. Természetesen azt kizárni, hogy a nagy politikában köttetnek olyan alkuk, ezt nem lehet. Tehát ezt most nem lehet. Nyilván mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a történéseket a saját javunkra fordítsuk. Ugye arra szerint tudni kell, hogy a szavazás az úgy működik, hogyha első körben valaki megkapja az 50% plusz egy szavazat, akkor eldőlt vége. Onnantól kezdve viszont, ha nem, akkor a legkevesebb szavazatot kapott város mindig kiesik, és a másik három, másik kettő, és a végén egy marad. És innentől fogva az is nagyon sokat számít, hogy esetleges egyrészt, hogy nem mi legyünk az első kieső város, másrészt a kieső városnak a szavazatai ugyanaz másodlagos preferenciák hogyan oszlanak meg. Tehát például az nekünk, hogy a latin világ szavazatai azok most a Párizs és a Róma között megosztódnak, ez nekünk jól jön. Aztán az, hogy utána a latin világ, amennyiben egyáltalán lehet erről beszélni, tömbként szavaz-e, vagy megoszlik, és ha tömbként szavaz, akkor kire szavaz vajon, Los Angelesre, vagy a fönn talpon maradt latin városra, vagy esetleg Budapestre, és hogy ki milyen érdekeket tart szem előtt. Tehát például ezeket nagyon nehéz még ebben a fázisban megtudni, viszont nekünk ez is a feladatunk többek között, és ezért is foglalkoztatunk olyan nemzetközi tanácsadókat, akik egyébként az egyikük olyan, aki pont a riói pályázatot írta, a másik olyan, aki benne volt a tokiói pályázatban. Tehát magyarul olyan cégek ezzel nagyon speciális tudással rendelkeznek, ez egy nagyon speciális szakma, terminológia, angolul is ezek speciális szaknyelv van, amit mi még csak tanulunk, most már egyre inkább megy, de ők viszont ebben profik. És nekik többek között az egyik feladatuk, hogy minden egyes NOP tagról, aki majd szavazni fog, egy pontos profilt építsenek föl nekünk, ki ő, milyen preferenciái vannak, honnan jön, milyen közegből, milyen sportágat képvisel, kivel van jobban, hogy mit lehet róla tudni az elmúlt szavazásokról, stb. Tehát értelemszerűen megpróbálunk ezekre felkészülni, mennyire lehet. Természetesen, tökéletesen soha nem fogunk tudni felkészülni, mindig benne van egy fiaskó a pakliban, de nekünk pont az esélyünk, hogy mindig történhet valami váratlan. Egyébként, ha mondjuk nekünk ez siker lehet, hogy ilyen segítségünk van, ilyen stratégiai partner van egyébként, mint a PwC, ugye a Pricewaterhouse, akkor legyen az egy jó előjel, hogy a Oscar díjátadásokat is ugye ők vizsgálják. Ez most hétfő hajnalba bejött, tehát hát ha ez kitart ez a lendület addig, ameddig eldől a következő olimpia rendezési joga. De egy picit, és persze nem szeretném az önök kérdéseit elvenni, vagy bárkinek a szájába adni olyat, amit esetleg nem kérdezett volna meg, de a magyar pályázatból, ugye itt az NBC elhangzott, és Samarancs óta kimondható, vagy kijelenthető, hogy igazából ma, aki olimpiát rendez, az a televíziónak rendez olimpiát. Ugye ezt láttuk Londonban is, már az utcáról is harapófogóval vitték be az embereket a stadionba, csak legyen egy-két ember, aki végignézi. Én kigyűjtöttem egyébként egy számadatot, ez a NOB olimpiai mozgalomnak a bevételét jelenti. Csak érdekességképpen mondom önöknek, és most két keresztmetszetet mondok, az egyik az a 93-96-os, a másik az pedig a 2009-2012-es számadat. Jegyeladásból
millió dollárban kell érteni a számokat. Jegyeladásból az első időperiódusban 451 millió dollár jött be, a másodikban 200 millió dollár, ez Londonban még rosszabb volt egyébként, míg közvetítési díjakból, jogokból, stb. 1,2 milliárd dollár, míg 2009 és 2012 között majdnem 4 milliárd dollár. Ezt kapta, ugye ebben az olimpiai ciklusban a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom. Tehát fölkészültek vagyunk-e mi arra, hogy egy olyan olimpiát rendezzünk, ahol a létesítmények mindegyikkel funkcióját tekintve a televíziózásra rendeződik be, és lehet, hogy utána kevésbé tudjuk ezt hasznosítani a hétköznapokban úszásoktatásra, a gyermekeink fejlesztésére, labdarúgásra, viszont jól mutattunk a világ majd minden plazma képernyőjén. Ugye én azt gondolom, hogy ez számunkra bármilyen furcsa, és ez inkább egy lehetőséget jelent. Ugyanis, ha az lenne a célkitűzés, hogy minél nagyobb nézőszámokat tudjunk a helyszínen produkálni, az olyan kiadások elé állítani az országot, amelyeket nem tudna megfinanszírozni. Tehát, hogyha az lenne, hogy igen, minden sportág olimpiáról olimpiára a helyszíni nézőszámot szeretné föltornázni, és azt mondaná, hogy a múltkor 8000-es, most már 10000-eset kérünk a döntőre, 15-öt, 20-at, ekkor ez a Super Bowl egyébként, tehát ott azért igen, ez még működik. Igen, ott még ez működik, de a mi szempontunkból ez egy jó hír, hiszen egy 6000-es stadionban is meg tudunk rendezni adott esetben egy eseményt. Ugye a legkisebb az 4000-es a súlyemelésnél, amit lehet. Azért 4000-es stadion az egy emberi lépték. Az egy olyan lépték, amit utána meg fogunk tudni tölteni. Egy 6000-es stadion is. Egy 12000-es stadiont azt se Veszprémben, sem Pécset, sem Győröt, az életben nem tudnánk utána megtölteni. Mert én azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan tendencia, ami az ilyen kis országok, kis városnak, soknak az esélyeit növeli. Az pedig, hogy közvetítésre kell optimalizálni, ez egyrészt igaz, de például pont most a FINA VB kapcsán látjuk, hogy azért ezek nem összeegyeztethetetlen igények. Tehát az úszodát most úgy tervezzük, hogy igen, ott úszásoktatás lesz, ott versenysport is lesz, közönségúszás is lesz, és egyébként pedig be vannak telepítve a kameráknak azok a sinek és azok az összes egyéb szükséges infrastruktúra, ami lehetővé teszi azt, hogy látványosan jól lehessen közvetíteni, de ez nem fog nekünk hátrányt jelenteni a későbbi az úszásoktatáshoz, sőt, ott az előnyt is tud jelenteni, hiszen pont lehetett hallani azt, hogy Hosszú Katinka ugye olyan rendszereket hiányol, amelyek mondjuk egy egész edzés során minden egyes tempójánál egy számítógépes rendszer ki tudja elemezni a fáradást, a robbanékonyságot, meg számtalan egyéb olyan jellemzőt, ami én értem, hiszen nem értek, hiszen nem vagyok sportszakember. És ezek a modern technológiák, amiket most beépítünk, ezek én azt gondolom, hogy igenis az utánpótlás nevelésben, a későbbiekben pont, hogy a hasznára tudnak válni. Tehát én ettől a kérdéstől őszintén szóval nem tartok. Tegyük fel úgy a kérdést, hogy akkor van-e olyan összehangolt kormányzati koncepció, amelyeknek az elemeit csak most kezdjük mi érezni, látni, most vannak az átadások mondjuk, és igazából ezek már az olimpia szellemében készülnek. Mire gondolok? Hosszú Katinkának a kifogásolt edzésmódszertannal és annak vizsgálatával összefüggő kérései, ha minden igaz, az új testnevelési egyetemem abszolút mértékben teljesíthetők. Ott egy olyan multifunkcionális létesítmény épül, amely mind úszásban, mind kézilabdában, kosárlabdában, röplabdában, nem mondom végig a sportágakat, alkalmas lesz arra, hogy a sportolót egy ilyen, úgy hívják azt hiszem ezt, hogy intelligens térben elemezze, és innentől kezdve az edző mindig a leghitelesebb adatokat lássa. Ez a TF, Testnevelési Egyetem. Emellett látjuk azt, hogy a stadionépítési láz az nemhogy csökkent volna, tehát nem 37 alá konvergál, hanem inkább még fokozódik. Egészen biztos, hogy ebben is lehet mondjuk ilyen megfontoltság. Már csak azért is, mert ugye 4000 fő stadionok, vagy szóval nem óriási stadionok épülnek. Emellett a játszóterek rehabilitációja. És akkor itt sorban mondhatná az ember azokat a dolgokat, amit itt lát, esetleg elolvas ilyen meg olyan sajtót, még akár bosszankodik is, ha úgy van megfogalmazva, de lehet, hogyha az egészet így összerendezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy kérem, mi
annyira gúgyésak voltunk, hogy már előre építettünk, előre dolgoztunk, és ha nem sikerül, akkor majd az unokáink látni fogják, unokáink használni fogják, gyermekeink használni fogják, tehát igazából a egészségbe, a jövőbe fektettünk. Igen, tehát a jelenleg zajló fejlesztések, sportfejlesztések, azok gyakorlatilag mindegyike, most egy 4000-es stadionért, mondjuk egy MTK az nyilván nem, de az igazán nagy fejlesztések, azok mindegyike úgy van megtervezve, hogy olimpia kompatibilis legyen. Tehát az egész, tehát azáltal, hogy most ugye, sőt, nem csak az olimpiai, nem csak a nagy létesmények, hanem a kisebb létesmények is úgy, hogy ezeket az intelligens tereket már tudják. Tehát például most vasárnap lesz a Tüske úszodának az átadása, ugye Új-Budán 14. kerületben, ahova már ez a bizonyos intelligens tér, ez a bizonyos kamerák és ezek az edzést elősegítő informatikai rendszerek, ezek betervezésre kerültek, és ezek be is beépítésre kerültek, és ez már eleve úgy lesz megtervezve, úgy lesz átadva. Értelemszerűen most, amikor felújítjuk a Komjádit, ahol tényleg úszó generációk nőttek föl, ez abszolút úgy lesz már felújítva, hogy ugyanazok a rendszerek benne lesznek. Hozzányúlunk a hajós Szécsihez is, nagyrészt lelátó problémák miatt, de ott is már ilyen informatikai rendszerek betervezésre kerülnek. Vagy például most döntött a kormány arról, hogy ad forrást a BVSC-nek egy külső 50-es medence építésére, ahol addig, amíg a Komjádit felújítjuk, addig ugye ott tudnak majd az úszók edzeni, és ahol szintén ilyen követelményeknek ez meg fog felelni. Egyébként a BVSC lesz majd az lesz a vízmájor úszodája a Fina VB-nek, tehát hogyha elönteni a Margit szigetet a víz, akkor ott lehetne a vízilabdát megrendezni, tehát olyan szinten próbáljuk túlbiztosítani, hogy minden eshetősére készen legyünk. Ugye a dagályt nem kell, mert azt akkora árvíz nincs, vagy hát lehet, hogy van, de eddig még nem volt legalábbis. Próbáltunk úgy tervezni, meg bízunk benne, nem is lesz. Legrosszabb esetben ott a Balaton. Ez így van, vagy a Duna. Jó, tehát a válasz az, hogy igen, tehát ezek a fejlesztések, ezek egy nagy képnek az elemei, amiben beilleszthetők, és amelyek adott esetben, hogyha nem nyerjük meg az olimpiai rendezést, vagy nem a 24-eset nyerjük meg, hanem tovább akarunk menni 28-ra, akkor is ezek olyan fix és színvonalas létesítmények, amelyek felhasználhatóak lesznek majd egy adott esetben egy következő pályázat során is. Egyébként a Papp László Arena is ilyen, Grupa Marina, tehát ezek mind beleillenek ebbe a nagy képbe. Ezért is mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés nem az, hogy miért rendezze Magyarország olimpiát, hanem az, hogy miért ne rendezne. Tehát egy olyan, tehát ha van Papp László Arénánk, ha van Grupa Marénánk, ha olimpiától függetlenül egyébként Európa bajnoki selejtezők kapcsán már le vannak kötve mérkőzések az új Puskásban, ha van Fina létesítményünk, ugye vizes világbajnokságra a dagály, miért ne használnánk föl pár év múlva, 6 év múlva még egyszer, azt 7 év múlva azt a létesítményt, amit most megépítünk. Tehát azt gondoljuk, hogy igen, itt egy nagyon komoly sportfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési program zajlott le az elmúlt években, és ezek szépen egymás évben, de építőkocka, kiadnak egy nagy képet, és az a nagy kép az olimpiai pályázat. És ebben bízunk, és ezt reméljük. Az egész Újbudaörsi Szalonnak a gondolata a közösségépítésről szól, és szólt az induláskor is. Én úgy érzem, hogy ez különösen fontos most itt a budaörsi velünk együtt gondolkodó társadalom számára, hogy meglegyenek azok az alkalmak a többi hasonló rendezvényel együtt, hogy közösségépítés, közösségszervezés, közösségteremtés legyen, és ezek az estek is ennek a célját szolgálják. A mai téma valóban egy nagyon izgalmas kérdéskört vetett fel ugye az olimpiai rendezéssel. Én bízom benne, hogy az előttünk álló szalonok is, amiket szervezünk és készítünk elő, hasonlóan izgalmas és fontos témákat fognak boncolgatni majd. Van konkrét elképzelés arra, hogy mikor a következő szalon vendége ki lesz? Hát nem tudok még konkrét vendégről beszélni. Arról tudok, azt tudom mondani, hogy még a nyár kezdete előtt szeretnénk még egy alkalmat megszervezni.
A mai estére is gondoltunk sportoló vendég meghívását ugye az olimpia és a nyári sporteseményekkel kapcsolatosan. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, hogy jönnének. Nem kizárt, hogy egy hasonló sportos téma lesz még így a nyári sporteseményekkel összefüggésben. Nagyjából el lehet árulni, hogy melyik téma lehet az? Hát olimpikonokkal egyeztettünk, úgyhogy várhatóan egy olimpikon vagy olimpikonok beszélhetnek majd a riói olimpiával kapcsolatos várakozásaikról, és nyilván ott visszakanyarodik a téma a Magyar Olimpia rendezéshez is, hiszen ez most ezekben a hónapokban mindenkit nagyon foglalkoztat. Mi volt annak az oka, hogy közel másfél évet kellett várni az újabb rendezvényre? De mindenki előtt ismert budaörsi helyi választási történések, és ennek a következménye nyilván minden ilyen közösségformáló eseményt, és az a meglepő, számunkra meglepő és szomorú eredmény, ami itt történt, az megakasztotta ezeket az eseményeket is, de talán tekintsük úgy, hogy fölállva a padlóról kicsit, még fontosabb, és erre utaltam az korábban is, hogy azok a közösségek, amik nekünk fontosak, és amik a jövő budaörsét megépíthetik, vagy megteremthetik, azok ismét tudjanak egymással eszmét cserélni, egymással beszélgetni. Úgyhogy tekintsük úgy ezt a mai estét, mint hogy visszatértünk az új budaörsi szalonnal, és folytatni szeretnék azt a közösségépítő munkát, amit elkezdtünk, amikor ez a rendezvény sorozat elindult. Nagyon az eleje, amikor ez a budaörsi szalon egyáltalán elindult, akkor jó magam is sokszor eljöttem. Aztán volt egy 4 éves periódus, amikor Zsámbék polgármestere is voltam, és valahogy úgy hozta a sors, hogy mindig azokon a csütörtökön volt éppen testületi ülés, amikor itt a szalon. Tehát én is hosszú-hosszú idő után jöttem el először. Hát egyrészt mert egy kedves invitálást kaptam Sánta Árontól. A másik dolog, mert nagyon fontos a téma, és nagyon érdekes téma volt, bár hozzáteszem, mindig érdekes, aktuális témák, emberek, tényleg egy komoly műsor szokott itt lenni amúgy is, de ez az olimpia rendezés, a Magyar Olimpia kérdésköre, azt hiszem ez egy olyan dolog, amit most itt az ideje, hogy jó kibeszéljünk, egyre több felé propagáljuk. És hát én magam is szerettem volna megtudni, hol tartunk, mik a feladatok, milyen kihívások vannak, és nagyon érdekes előadás van. Jó, magam egy kicsit szkeptikus voltam az előadás előtt az olimpiával kapcsolatban, de itt azért több olyan érvet hallottunk, ami tulajdonképpen optimizmust adhatok ott. Ön hogy látja, milyen esélyekkel nézhet Budapest a 2024-es olimpia elé? Hát én nem tudom, hogy mi egy optimista nemzet vagyunk-e, de azt hiszem a sok-sok újrakezdésünk a történelemben azért mindenképpen azt jelzi, hogy mi hiszünk a jövőben, hiszünk az optimizmusban, optimisták vagyunk, és hiszünk azokban, hogy amit kitűzünk magunk elé, az működni is fog. És hát itt is elhangzott a 2017-es vizes VB, és egy olyan dolog volt, amit nagyon szkeptikus hangok kísértek, akár csak egy évvel, két évvel ezelőtt, néhány hónappal ezelőtt, és a földből nőnek ki az épületek. Nagyon, nagyon ígéretes, és biztos vagyok benne, hogy már 17-ben egy ragyogó VB-t tudunk rendezni, és hát ez pont egybeesik, ahogy itt hallottuk azzal, hogy azt követően, ezt a VB-t követően 17-ben várható a budapesti VB után nem sokkal, Dél-Amerikában, Limában az a döntés, vagy kezdődik az az eljárás, amikor döntenek arról, hogy a különböző kandidáló városok, régiók közül kinyeri el. És azt gondolom, hogy Budapestnek jó esélye van. Egyrészt ez az Agenda 2020 miatt, tehát hogy most már más jellegű, kicsit nagyon idézőjelben mondom, de olcsóbb, de ami a fontosabb, hogy sokkal ilyen emberléptékűbb olimpiákban gondolkodik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, ami azt hiszem, hogy egy nagyon helyes, függetlenül a mi érdekünktől egy nagyon helyes irány, és ebben sok-sok szövetségesünk lehet a világban, hiszen a nagy nemzeteken kívül azért vannak kisebbek is, de hát Magyarország pont az olimpiában, legalábbis az érmeket, az eredményeket, a sportsikereket nézzük, egy nagy nemzet. Úgyhogy most egy nagy nemzet, kicsit kisebb lehetőségekkel egy hatalmas olyan ugrást tehet ezzel az Agenda 2020-t kihasználva, ami egy ritka lehetőség. Igaz-e az a felvetés, hogy az utánpótlás sport szisztematikus fejlesztése összefüggésben van az olimpia rendezési vágya?
De ezzel azt mondom, hogy általában a sportsikereket néhány kivételes, egészen zseniális, majdnem autodidakta tehetségt eltekintve, azért egy szisztematikus utánpótlás neveléssel lehet megoldani. Hát így volt az úszósportban, hát nem véletlenül lettünk úszónemzet, hiszen egy nagyon jó profi utánpótlás nevelés is volt, egész kiskorban kezdtek a gyerekek az úszást. És persze most olimpiáról beszélünk, és emiatt a versenysportról, emiatt a csúcs teljesítményekről, de azért azt ne felejtsük el, hogy alapvetően a sportolásnak, és így a gyerekek sportolásának, az utánpótlásnak, tovább megyek, a mindennapi testnevelésnek végül is az az értelme, azért van, hogy egészségesebbek legyünk, lelkileg, fizikailag állóképesebbekké váljunk, közösséget teremtsünk, bajtársiasság legyen. Ezek mind-mind talán egy picit úgy elelvesztek itt a nagy rohanásban, vagy a nagy elektronizált világunkban, úgyhogy én nagyon tudom ezt támogatni, és sok sikert, hajrá magyarok a olimpiáért!